Vasárnap, szeptember 29. A cselekedet értéke. Nem azé, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat? Ézsaiás könyve 58. fejezet, 7. verse. Több ezer lélek van magára hagyva a depresszió, a félelmek, a nehézségek, a nélkülözés és a magány útvesztőjében. Arra hivattunk, hogy tegyünk meg értük minden tőlünk telhetőt, de nem azért, mert ezt kell tennünk, hanem mert erre késztet bennünket Krisztus szeretete. A gyülekezet mellett nőttem fel. Számomra a szombat déli ebéd a vendégek megszámlálásával kezdődött. Ezeket a meglepetéseket mindig édesapám okozta édesanyámnak. Az idő telt, s miután férjhez mentem, én is hasonló meglepetésekben részesültem, de sosem gondoltam arra, hogy mindez hatással van az egészségemre. A jótettek, míg a rendszeres mozgásnál is több jótékony hatással rendelkeznek az egészségre nézve. Úgy tűnik, a jótékonysági munka, legyen szó vendégszeretetről, mások megsegítéséről, adományozásról vagy más hasonló tevékenységről, nem csupán melegséggel tölti el a lelket, hanem javít a testi egészségen, jó érzést és hosszú életet biztosít. Vérképünk nem csak a természetszerűen beütemezett jótékonysági tevékenységeken való résztvétel eredményeit tükrözi, hanem a véletlenszerűen végrehajtott jótettek eredményeit is. Megszegt kenyeredet, házadba bevigyed, felruházd, el ne rejtsd magad. Egy Kaliforniában végzett kutatás bebizonyította, hogy a fentebb említett egyszerű jócselekedetekre feltkért személyek esetében csökkent a krónikus gyulladásokat okozta leukocsiták száma. Ez jó dolog, mivel az elhanyagolt, idült gyulladások súlyos betegségeket okozhatnak, például ízületi gyulladást, rákot, szívbetegségeket és diabéteszt. Szakemberek szerint, ha mágneses rezonanciával világítasz át valakit, miközben az illető önzetlen magatartást tanúsít, az agyában kimutathatóvá válnak a fájdalomra adott válasz szintjén beállt változások. Ennek tudható be, hogy például az önkéntes véradó kevésbé érez fájdalmat, mint egy vizsgálati vérvételkor, pedig az előbbi esetben alkalmazott tű kétszer vastagabb. Isten keveset kér tőlünk, de azt őszinte szívvel kell megtennünk. A szeretettel felkínált kevésből Isten mindent meg tud oldani. Hajlandó vagy adni? Milyen indítékok vezérlik az adományozásodat?